aki most a vendégem, a lehető legegyszerűbben fogalmazva a világ leghíresebb szociálpszichológusa. Egy elképesztő kísérletről ismerte még egykor a világ a 70-es években, a Stanfordi Egyetemen az úgynevezett börtönkísérletről, amelyben a velem szemben ülő tudós azt mutatta meg, hogy hogyan válnak egyszerű, hétköznapi, jóérzésű emberekből brutális, kegyetlen állatok. Philip Zimbardo, aki ma már elmúlt 80 éves, az utóbbi években mindennek éppen az ellenkezőjével foglalkozik, azzal, hogy hogyan válnak teljesen hétköznapi, jóérzésű, egyszerű emberekből hétköznapi hősök. Olyan emberek, akiknek fontos a világ és a közösség, amelyben élnek. Zimbardo nagyon szereti a kihívásokat, ugyanis Szicíliából származik, ahol az emberek depressziósak, és nem bíznak egymásban, és nem szeretik önmagukat sem különösen, de úgy gondolt, hogy Szicília után Magyarország lenne a másik ország, ahol a közös pszichénket meg kell változtatni, természetesen nagyon sok magyar biztatóval, magyar kollégával és önkéntessel, akik rávették arra, hogy ez érdemes kísérlet volna Magyarországon az önképünket, a magunkról és a környezetünkről alkotott képünket megváltoztatni. I was just telling the audience that you really a hallgatóságnak csak röviden bemutattam azokat a nagy kihívásokat, amelyeket ön vállalt azzal, hogy idejött Magyarországra. Magyarország egy olyan ország, amelynek az önképe alapvetően talán a legrosszabb a kontinensen, és ön úgy gondolja azt, hogy azok a tanulságok, amelyeket ön Magyarországon gyűjtött, azok tanulsággal szolgálhatnak az egész térség számára? So it's a challenge. Valóban, ahogy ön is említett, ez egy kihívás, mert senki korábban nem próbálta azt meg, hogy megváltoztassa egy nemzetnek a gondolkodásmódját. Számomra ez egy nagyon izgalmas feladat, de úgy gondolom, egy nagyszerű csapattal dolgozom, azzal az alapítvánnyal, akivel itt együttműködöm, egy olyan vezető tímmel, de ezek mellett több száz önkéntesek is segítenek bennünket, akik arra készülnek, hogy hogyan lehetne Magyarországot, a magyar embereket optimistábbá, jövővelé fordulóvá fordítani. Mindenkiben benne van a mindennapi hős. Nem katonai hősről, nem politikai hősökről keresünk, hanem mindennapi hősöket, akik képesek arra, hogy mások számára kedvességet fejezzenek ki. A programunkon keresztül egy újfajta gondolkodásmódot, forradalmi módot vezessünk be a gyermekek számára. 3 éven keresztül Amerikában kísérletezünk ezzel, hogy megpróbáljuk megérteni az emberi természetet, hogyan lehet az emberek ne passzív szemlélődőkké, hanem aktív hétköznapi hősökké változtatni, hogy meg tudják különböztetni adott helyzetben, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy bele tudjanak tenni abba a helyzetbe saját hozzájárulásukat. 20 munkatársammal együtt, akik dolgozok együtt, akik Magyarországon tanítókat képeznek, szeptembertől kezdve 200 tanítóval fogunk együtt dolgozni, akik a mi módszerünket fogják továbbadni. Korábban dolgoztunk együtt szülőkkel, tanulókkal 6 hónapon keresztül, sok másfajta programot is készülünk Magyarországra, azért az előítéletekkel szemben közül nagyon izgatott vagyok az eredményekkel kapcsolatban, amit láttunk Amerikában, Lengyelországban, de Magyarországban úgy gondoljuk, hogy ez remekül fog működni, és nagyon gyorsan működnie kell. For full disclosure to the audience who are watching now, I truly believe in what you're doing, and I think it's one of the most important things abban, amit ön tesz, mert valóban Magyarországnak szüksége van erre. Ugyanakkor a hétköznapi emberek megkérdezhetik öntől azt, hogy milyen gyökerekből tudna táplálkozni egy olyan országban, ahol a politikai klíma ennyire különbözik az amerikaitól. Most jelenleg Magyarországon mi az, ami elcsendesíti az embereket, mi az, ami az embereket kiszabadítja a nyomások alól, hogyha még ön segít nekik abban, hogy fölkeljenek a jogaikért. Én magam is abban nőttem föl az életemnek egy részem, az Egyesült Államokban ismerem a gyermekeimmel együtt azt a gondolkodást, de mi ott, amit tanultottunk, hogy jobbak vagyunk, hogyha együtt dolgozunk, hogyha együtt dolgozunk, különbözünk, de együtt többre vagyunk képesek. Ez egy nagyon másfajta üzenet. Félre tudjuk ezt tenni, azt a politikai klímát, ami Magyarországon van egy más közegben?
Úgy gondolom, hogy igen, ezt kell tennünk. Nagyon komolyan kell dolgoznunk, és dolgoztunk az elmúlt 3 évben a Hősök Tere projekten, a politikán és a valláson túl, mert egy civil kezdeményezésről van szó, ami a hétköznapi emberekre irányul. Igyekeztünk elkerülni azt, hogy a politikába belekeveredjünk. Nem vettük még az 56-os forradalmat sem elő, bár egy kicsit beszéltünk róla. Bizonyos értelemben szeretnénk főúton járni. Együtt akarunk működni baloldaliakkal, jobboldaliakkal, nem ez, ami érdekel bennünket, hanem az a gondolat, hogy hogyan tudnánk a nemzetünket egyéni szinten jobban tenni, hogyha együtt dolgozunk egy hősök csapatával, akkor hozzá tudunk adni, javítani tudunk az iskolai rendszeren, az életminőségen. Volt nemrég egy találkozónk, ahol a szponzorainkkal együtt, vállalati szponzorainkkal együtt, közülük nagyon sokan azt mondták, arról beszéltek, hogy arra készülök, hogy elhagyom Magyarországot, mert a gyermekeim nagyon rosszul érzik magukat az iskolában, ez egy szörnyű. Soha nem szabadna ezt elfogadni. Szülőként azt, vagy nagyszülőként nem szabad elfogadni azt, hogy a gyermekeink nem érzik magukat jól otthon, hanem együtt kell dolgoznunk az iskolában azzal, hogy a gyermekeink számára egy otthonos környezet legyen. Ahogy említette, az önök képzési programja elsősorban tanárokra irányul. Milyen képességeket igyekeznek átadni és tanítani? Milyen időtartamra szól ez a program? Mennyi ideig tart, amíg egy embernek a gondolkodásmódját sikerül átalakítani? Nem úgy készülünk, egy kötött időkerettel, nem akarjuk előre meghatározni. Optimizmus igyekszünk átadni. Az egyik legjobb dolog, ami Amerikában elmondható, hogy az emberek abból indulnak ki, hogy meg tudom tenni. És hogyha így állok hozzá, akkor valóban sokkal többet meg tudok tenni. Tehát ezt a változást szeretnénk elhozni. Ezért kezdtünk Budapesten. A kép munkatársainknak egy részét Budapestről aztán vidékre is szeretnénk átirányítani. Hogyha meg tudjuk tanítani a tanároknak azt, ezt az újfajta gondolkodás módot, amely arra irányul, hogy mi az, amit meg tudsz tenni, amit képes vagy hozzátenni másoknak az életéhez. Másokra tudsz ráhangolódni, nem önközpontú emberként élsz, nem arra gondolok, nem az érdekel engem, hogy mit gondolnak rólam az emberek, hanem arra figyelek, hogy hol és kinek tudnék segíteni. Ha van egy gátlásos ember, akkor hogyan tudom őt bátorítani, hogyan lehet egy félrevonuló, magányos embert bevonni a közösségbe, hogyan tudok neki jót mondani, hogyan tudom őt segíteni, mert arról szól az egész, hogy ez bizonyos értelében, hogy az emberek egy családnak, egy közösségnek érezzék magukat itt Budapesten, nagyon sokan, akik itt élnek. Az alap gondolatunk az, hogy hogyan lehet ezt átadni innen Budapestre az egész nemzet számára. Úgy gondolom, hogy ez lehetséges. Természetesen, hogy ön is említette, hogy nem tudjuk, hogy mennyi ideig tartana egy nemzet gondolkodásmódjának, szemléletének az átalakítása, de nagyon érdekelne az, hogy mit tapasztalt ön az egyénekkel, azzal a tapasztalattal, azzal a kísérlettel kapcsolatban, ami több mint egy héten keresztül tudott, amikor egyszerű hétköznapi embereket formált át, olyan szélsőségesé, amilyennél csak lehetne. Hogyan lehet ezekben a helyzetekben az embereken segíteni? Köszönöm, hogy fölhozta ezt a régi tapasztalatot. 1971-ben volt egy olyan kísérletünk, a híres börtönkísérlet, amelyben azt vizsgáltuk, hogy hogyan viselkednek jó emberek egy rossz, egy rettenetes környezetben, kihozza a környezet a rosszat az emberekből. A rossz hír az volt, hogy a környezet még a jó embereket is nagyon gyorsan meg tudja rontani. Nem arra törekedtünk, hogy a jó emberekből rossz dolgokat hozzunk ki, arra igyekszünk mi, hogy hogyan lehet hétköznapi emberekből hősöket, hétköznapi hősöket formálni. Azóta inkább erre koncentrálunk, mert azt látjuk, hogy különbözni egymással az építés és a rombolás. Hogyha egyik percben
jót cselekszem, utána előfordulhat az, hogy egy idő telik el, amíg ezt tudom folytatni, de bizonyos, hogy esetben, hogyha az időkeretet növelem hónapokra, évekre, akkor lehetséges az, hogy ez az újfajta oktatási program, ami egy forradalmi rendszer. A tanárok nem edzők, de ők is tudnak segíteni. Ők is tudnak azon munkálkodni a gyermekek számára videókon keresztül, szituációs helyzeteken, játékokon keresztül tudjanak átadni tapasztalatot arra, hogy hogyan tudnak a gyerekek jobban egymással kapcsolatba kerülni. Szeretik ezt a gyermekek, szeretik ezt a tanárok, szülők is, mert ez egy nagyon pozitív irányultság. A tanításunk, a módszerünk egyik lényege az, hogy megkérdezzük a gyermekektől azt, és megtanítjuk a gyermekeknek azt, hogy át tudják adni a szüleiknek azt, amit azon a napon tanítottak, mert minden tanár szülő és minden szülő tanár is, és ez egy ilyen tudás átadási hálózat. Ezt is Magyarországon szeretnénk megismertetni, hogy a tanárok és a szülők közötti kapcsolat is erősödjön. Jó néhányszor járt már Magyarországon, természetesen a lehető legfölkészültebb emberekkel veszi magát körül a civil programjában, annak érdekében, hogy változás hozzon Magyarországon és a társadalomban. Hogyan tapasztalt a Magyarországon azt, hogy ez a támogatói hálózat körül a mozgalom körül találnak elég munkatársat, van elég pénz erre, van elég érdeklődés ez iránt? Ez egy nagyon jó kérdés, úgy gondolom, hogy soha sincsen elég önkéntes, hiszen egy egész nemzetről beszélünk, de ameddig eljutottunk ide Magyarországon, az nagyon biztató, a csapatunk kis rövid videókat készített arról, hogy az emberek segítenek, vagy nem segítenek egymásnak az utcán egy bajban lévő embernek. Sok városban ugyanazt a videót megmutatták, és fölvették, és elküldték nekünk az egyik hétvégén. Egy rockfesztiválon a Budapesti Parkban 7 rockzenekar lépett föl, 6 órán keresztül játszott, 6000 ember jött el, voltak vállalati szponzoraink, és nagyon megdöbbentő volt látni azt, hogy milyen energia, hiszen a zene az nagyon komoly fizikai és érzelmi energiákat hoz elő emberekből. Itt is bemutattuk a programunkat, volt egy konferencia, ahol nemzetközi előadók Izraelből, Lengyelországból, Amerikából, Ausztráliából, Angliából, mindenhonnan a világról érkeztek előadók, és 4-500 fős hallgatóságunk volt, akik egész nap kitartottak mellettük. Mit jelent az? Arra voltak kíváncsiak, mit jelent az, hogy hősnek lenni a hétköznapokban, hogyan lehet megnyitni magunkat a körülmények előtt. Úgy gondolom, hogy a legjobb még előttünk. Hogyan tudunk bekapcsolni munkatársakat, önkénteseket a különböző városokban. Tudjuk azt, hogy megvan a mag, megvan az a alapcsapat, amelyekre rá tudunk építeni képzőkre, tanárokra, de a mi tanáraink azok a jövőben tovább képzők tudnak lenni, és el tudunk küldeni más iskolákba is. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, köszönöm, hogy érdekli Magyarország, és sok sikert kívánok az ön és a mag, és nagyon szeretem ezt az országot. Köszönöm. Egyszer ma valamikor az adás során idéztem Lázár Jánost, aki egyszer azt mondta, hogy mindenki annyit ér, amennyie van. Hadd idézzem most ennek a mozgalomnak a szlogenjét. Az vagy, amit teszel. Legyen benne méltóság és tisztesség. Reklám után folytatjuk.